A Felsősófalvi Moern Egyesületet nem kell bemutatni a Sóvidék Televízió nézőinek. Ez az az egyesület, amely teljesen ingyen ad bérbe különböző típusú segédeszközöket időseknek, betegeknek. A Muntján Albert és családja által működtetett szervezet most egy újabb kezdeményezéssel rukkolt elő. Tartós élelmiszercsomagokat gyűjtenek, amit minden hónapban kiosztanak Sóvidék szerte a rászoruló családok körében. Az adományozás számunkra nem új keletű, hiszen én is és a feleségem is karitatív beállítottságú személyek vagyunk. Az elmúlt esztendők soraiban nagyon sok személyen próbáltunk segíteni, mint magánember, és innen is jött az ötlet, hogyha már megvan ez az egyesület, akkor miért ne próbálnánk meg még több emberen segíteni, úgyhogy keresünk szponzorokat, meg támogatókat, és ezáltal megkönnyíteni a szegény vagy a nehéz sorsban élő személyeknek az életét. Úgy tapasztaltuk, hogy a tartós élelmiszerre volna a legnagyobb szükség ezeknél a családoknál, hiszen a ruhával, meg a háztartási kellékekkel nem tudjuk pontosan felmérni, hogy kinek mire van szüksége. Erre a tartós élelmiszerre én úgy gondolom, hogy minden embernek óriási szüksége van. Az adományokat minden hónapban 8-a és 14-e között lehet leadni Felsősófalván, hogy miért pont ebben az időintervallumban, elmondja Albert. Az időpont kiválasztása az nagyon sok mindent figyelembe vettünk, hogy mikor kapják a fizetést, mikor kapják a nyugdíjat, a havi járulékokat az emberek, hogy ne okozzon gondot az, hogy most akarnak akár egy kilólisztet vagy bármit adományozni, és hogy meg kell várják a hónap végét, és ezért döntöttünk úgy, hogy a 8-a meg a 14-e az a legjobb dátum erre a célra. Az adományokat Felsősófalva főút 512-ös szám alá várjuk, viszont telefonos egyeztetés alapján Parajdon is a 122-ös szám alatt át tudják adni. A Felsősófalvi címre reggel 10 és délután 6 óra között lehet hozni az adományokat, az említett dátum 8 és 14-e között minden hónapban. Ezután is megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam az adakozni vágyó személyeknek a figyelmét, hogy nagyon szívesen várunk tartós élelmiszert. Nem muszáj itt most nagyon nagyokba gondolkodni, hogy nagy csomagokba, hanem egy liter olaj, egy kiló cukor, ami otthonról kikerül, ezeket várjuk minden hónapban nagy-nagy szeretettel. Szeptemberben volt az első adománygyűjtés, akkor annyi felajánlás érkezett, hogy egy parajdi családnak tudtak segíteni vele. A kezdeményezők azonban remélik, hogy minél több emberhez jut el a hír, annál több segítséget fognak kapni.